a szolidaritás mozgalom csak az önkormányzati választással foglalkozik, mi az Európa parlamenti választáson nem indulunk. Viszonylag jól állunk, Budapesten 10-12 kerületben vagyunk, vannak, ahol már most is vannak képviselőink, például Debrecenben, Ózdon fölállt már egy komplett csapat, úgyhogy dolgozunk és megyünk előre, bízunk a minél jobb eredményben. Ez képviselőjelölteket jelent, vagy adott esetben polgármestereket is? Is, tehát mindenhol szeretnénk komplett csapattal készülni, ugye ez azt jelenti, hogy Budapesten jellemzően ez a 14-15-16 fő plusz a polgármester jelölt, a vidéki településeken pedig lélekszámtól függően.